A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet, néki legyen hála és dicsőség mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Uram, Te magadnak teremtettél minket, és ez a gondolat megvigasztal bennünket, mert ez azt jelenti, van értelme az életünknek. Te magad vagy a kezdet és a vég, tőled ered, és hozzád kell, hogy visszatérjen a mi életünk, és akkor van a helyén, és mind amikor eltávolodunk tőled, amikor idegen vidéken tékozoljuk el a tőled kapott javakat, akkor bizony elveszettek vagyunk számodra, az élet számára, az örökké valóság számára, és valóban a halál gyermekeivé lettünk. Könyörülj meg rajtunk, Uram, hiszen mi már tudjuk, hogy Te vagy az élet fejedelme, Te vagy az örökké valóság Ura, Te vagy a mi Istenünk, aki terelgetsz bennünket az élet útjára. És köszönjük, hogy nem hagysz bennünket az elveszett állapotba, hanem utánunk jöttél az idegen földre is. És köszönjük, hogy Jézus Krisztusban eljöttél, megváltottál, és megkerested azt, ami elveszett. Áldunk ezért, Urunk, és köszönjük, hogy ma is a Te igéddel foglalkozhatunk, és az is megmelegíti a szívünket olyan nagyon, hogy amit olvasunk az igéből, azt Te magad mondtad, Urunk, és ad, hogy így is tudjuk hallgatni, hogy Te szólsz, mi pedig meghalljuk a Te hangodat. Amen. A mai ige szakasz tulajdonképpen csak két vers, de én újra olvasom a Lukács evangélium a 15. fejezetéből az igét, a 11. verstől a 16. versig. Azután így folytatta, egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának, atyám, add ki nékem a vagyont rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgy, hogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az elességgel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Urunk, köszönjük, hogy Te ismered a mi útunkat és helyzetünket. Amen. Mivel az Úr Jézus mondja ezeket a szavakat, és rólunk mondja, ezért nagyon komolyan kell venni, mert ő pontosan azért jött, hogy nekünk életünk legyen, és bővölködjünk, és rá kell döbbennünk viszont, hogy vajon tényleg ilyen rossz a helyzet, ennyire rossz a helyzet, hogy az ember nem tud magán segíteni. Ez amióta csak az ember foglalkozik teológiával, Istenről szóló tudománnyal, ez örök probléma volt, hogy hogy lehet megoldani azt a nagyon is valós nyomorúságot, amiben az egész emberiség vergődik, hiszen csak a történelem lapjait kell felütnünk, és láthatjuk, hogy vér, vér és vér. Ez az emberiség története. Ahogy Kain nagyon ütötte a testvérét, azóta egyfolytában omlik a vér ezen a földön, a testvérgyilkosság mindennapossá lett, és nem csak a bunkóval, hanem atomrakétákkal, vagy éppen a nyelvünkkel, az apró gonoszkodásokkal gyilkoljuk egymást nap, mint nap, akár férj és feleség is, és ebben a nyomorúságban sokféle recept tett, talált már ki az ember magának, majd egy-kettőre ki is térek a legmodernebb receptekre, de kiderült, hogy nincs megoldás. Semmilyen vallási, hogy így mondjam, fondorlat, ezzel a csúnya szóval, mert bizony az ember mindenféle vallási fondorlatot kitalál, hogy valamiképpen kihúzza magát a csávából. De nem tudta, és nem is tudja, meg nem is fogja tudni. Ezért mondja el Jézus ezt a diagnózist, mert végül is most a mi életünk diagnózisát adja a mi Urunk a kezünkbe, hogy ez van, ide jutottatok, Isten nélkül az istentelen élet, az ide vezet.
Mert ugye az Isten nélküli életet a magyar szó nagyon szépen kimondja, hogy istentelen. És az istentelen emberre tudjuk, kire szoktunk gondolni, kik az istentelen emberek, csak éppen magunkra nem szoktunk gondolni, és ezért a gyógyulás útja is azért olyan nehéz, mert amikor Isten kezünkbe adja a diagnózist, akkor nem fogadjuk el, úgy gondoljuk, hogy ez nem rólunk szól, hanem a szomszédról, vagy a feleségemről, de nem rólam. Tehát nem akarjuk elfogadni, hogy ilyen mélyen vagyunk, és ilyen rossz a helyzet. Most tessék belegondolni ebben a történetben, ugye, hogy összeszedett mindent, itt nem azt mondja, hogy mindenét, hanem mindent, amit az atyától kapott, mert tulajdonképpen nem volt az övé. Most gondoljunk bele, hogy Isten minket megteremtett, és mi van az, ami a miénk? Tulajdonképpen, ahogy az 1 Korintus 4-ben mondja Pál apostol, hogy mit dicsekeztek, mit van, amit nem tőle kaptál. A tehetségedet, akár a testi adottságaidat, akár a szellemi képességeidet, vagy akár művészi hajlamaidat. Hát mit tett azért az ember? Egyáltalán mit tud tenni azért az ember, hogy megszülessen? Semmit. Egyszerűen mindent úgy kaptunk. De most tessék meghallgatni a mai modern ember receptjét, mert mi aztán tényleg istenkedünk. John Stott könyvéből másoltam ki ezt az idézetet. Ő foglalkozik az egyik nagyon vastag könyvében a modern korunk égető kérdéseivel. Aztán itt a biotechnika tudósait hozza elő. És arról van szó, és most ez nem vicc, ez komoly tudományos célkitűzés, hogy mi megoldjuk az ember problémáját, és tökéletes embert fogunk produkálni a gén technológiával. Egyes biológusok tulajdonképpen amellett érvelnek, hogy minden egyes egyén genetikai állományának javítása az emberi közösség fontos céljához visz közelebb. Lee Silver, a molekuláris biológia szakembere a következőket mondta: míg az élet minden megjelenési formájában az önző gének uralkodnak, az emberi lények esetében megfordul a mester-rabszolga viszony. Hatalmunk van nem csak a gének ellenőrzésére, de arra is, hogy új géneket hozzunk létre. Miért ne éljünk ezzel a hatalommal? Miért ne kontrolláljuk azt, ami korábban a véletlen műve volt? Hát természetes, mert ők az evolúcióba hisznek. Hiszen erőteljes társadalmi és környezeti befolyással gyermekeink életének és identitásának minden területét meghatározhatjuk. Milyen alapon utasítanánk el egy ember lényegének pozitív genetikai befolyásolását, amikor elfogadjuk a szülőknek azt a jogát, hogy minden elképzelhető módon fáradozzanak gyermekük előre menetelén. Ez azt jelenti a gyakorlatban, majd, hogy megválaszthatod, hogy az olimpiai bajnoktól kapott spermával termékenyítik meg a nem tudom én szépség királynőtől vett petesejtet. Nem viccelek, ezt írják itt, csak nem akartam már felolvasni. Tehát akkor nem a te gyerekedet fogod nevelni, de egy szuperment akarnak létrehozni, és azt írja itt a továbbiakban, sok transhumanista hiszi, hogy a gén állagjavító technológia végső soron a posztemberi lények új formájának a megjelenéséhez fog vezetni. Akik végtelenül sokáig egészségesek maradnak, sokkal jobb intellektuális képességei lesznek, mint a jelenlegi emberi lényeknek, új típusú érzékszervi tulajdonságokkal fognak rendelkezni, és sokkal fokozottabban uralni fogják érzelmi működésüket. Mintha már hallottuk volna ezt a szót, ugye, hogy übermencs. Itt most egy új szép szót találtak ki, ugye a posthumánum, az ember utáni übermencs, de hát nem ördögi. Nem, ez is azt sugallja, amit tegnap olvastam, hogy vallásos, úgynevezett keresztény emberek elhiszik, hogy olyanok lehetünk, mint az Isten. És itt most a gentechnológia útján úgy képzeljük, hogy mi magunkat megválthatjuk, a bűnkérdést, a rosszat, a jó géneket előhozva, tényleg valami szupermenek, ilyen titánok leszünk, mint ahogy a szientológusok hirdetik. Tehát elképesztő.
De ugyanilyen elképesztő az, amikor akár a katolikus egyház tanításában, akár a protestáns gyakorlatban halljuk azt, hogy tulajdonképpen jó vallásos élettel, gyakorlattal, önmegtartóztató vallási formulákkal megoldhatod az önmegváltásodat, vagy részesedhetsz a szentek fölösleges jó cselekedeteiből, és üdvözülhetsz. Hát ez mind ugyanabból az antikrisztusi gondolatból származik, hogy nekünk nincs szükségünk Istenre. Ott hagytuk az atyai házat, mi majd megoldjuk a problémáinkat. Igaz, hogy soha nem tudtuk megoldani, de az önmagunkba vetett hitünket nem akarjuk elveszíteni. Pedig Jézus pontosan erre akar rádöbbenteni bennünket, hogy amid van, nem a tied, és nem a véletlen műve, hanem Istené vagy. És ő teremtett téged, de ott hagytad az atyai házat, és idegen földön tékozlód el minden Istentől kapott javadat. Ebben vagyunk. És annyira megdöbbentő, hogy tényleg idegen földön vagyunk. Ott hagytuk az atyai házat. Sok ember azt gondolja, hogy ő mentes minden vallási befolyásolástól. Tehát ő független Istentől, ő független az ördögtől, különben sincs se Isten, se ördög. Tehát ő azt csinál, amit akar, és a szabadság földjére érkezik meg. Tulajdonképpen erről van szó. Ahogy a felvilágosodás kora is a zászlajára tűzte libertáté, a szabadság, a liberalizmus, ugye, az a szabadság gondolata, csak hogy ez szabadosságba fulladt. És az úgynevezett szabadság egymás letaposásában nyilvánul meg. Mert ha én meg akarom valósítani magamat, azt csak úgy tudom megtenni a másik kárára. De ha én a másikért élnék, ami az Isten országának a törvénye, az egészen más lenne. De nem, mi a szabadosságban élünk, és azt teszünk, amit akarunk, gondoljuk. És aztán eltékozoljuk azt, ami nem is a miénk. Mert Istentől kaptad. De azt elfelejtik az emberek, hogy igenis számon kéri tőled az Isten. Mindazokat a drága kincseket, amit elhoztál, hogy na, gyerekem, most akkor mire is mentél, mit tettél? Gondoljunk csak a talentumok példázatára. Ugye ott az Úr ad a szolgáinak talentumokat, hogy azzal gazdálkodjanak. És aki elásta, az egy talentumos számon kéri. És ítéletre kellett mennie, mert elásta azt, nem hasznosította Isten országa javára. Itt pedig az abszolút eltékozásról van szó, mindazt, amit kaptam, tönkreteszem, haszontalan, idegen földön, idegen hatalom befolyása alatt eltékozlom mindazt, amit az atyáé és nem az enyém. És ezért számot kell adni minden drága ajándékodról, képességeidről, amit aztán úgy gondoljuk, hogy akár a dohánnyal, akár a kábítószerrel, alkohollal, bármivel tönkre tehetjük, mert azt teszek a testemmel, amit akarok, mert az enyém, azt teszek a gyerekeimmel, a családommal, a feleségemmel, mindenkivel azt teszek, amit akarok, mert az az enyém. De hát nem a tied. Mit van, amit nem kaptál? Ezért számot kell adnunk. És ugye mondja is az ige, hogy elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és utána az ítélet. Tehát ítélet jön mind ezek után. De hát, ahogy az ember az idegen földre lépett, hát láthatjuk Kain esetében. Idegen földre került az ember, olyan földre, ahol nem Isten uralma alá került az élete. Most gondoljatok bele, az első emberpár, aki még látta Istent, az egyik fiúk már gyilkos lesz. És hogy beszél Isten a Kainnal a bűnről? Azt mondja, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. De hát miért beszél Isten úgy a bűnről, mintha az egy személy volna? Azért, testvérek, mert a János apostol levelében olvassuk, hogy aki bűnt cselekszik, az az ördögtől van. Mert a bűnt kezdettől fogva az ördög cselekszi. Tehát én, amikor Istentől távol élek, akkor egy idegen hatalom uralma alatt élek, így nevezhetném, a bűn hatalma alatt élek. Jézus így fogalmazott, aki a bűnt cselekszi, rabszolgája annak. Tehát amikor a nagy szabadságvágyában a tékozló fiú a szabadság földjére lépett, akkor csak gondolta, uralomcsere
történt az életébe, eddig az Isten, az Atya szerető uralma alatt élt, ami neki unalmas volt, és amivel elege volt, és ő a szabadság földjére akart lépni, oda is lépett, csak hogy ezen a földön egy rettenetes valaki uralkodik. És egyáltalán nem lehetett szabad az ember. És a bűn az nem csak egy erkölcsi botlás, mert nagyon sok ember úgy gondolkodik a bűnről, hogy az egy erkölcsi kategória. Hát, hogy loptam, csaltam, hazudtam, paráználkodtam, ez egy erkölcsi kategória, az is, természetes ez az is, de a bűn nem itt kezdődik. A bűn vallási kategória. Ott kezdődik, Jézus így fogalmazza, az a bűn, tehát a nagybetűs bűn, hogy nem hisznek bennem. Tehát ott hagyta az ember az atyai házat, nem hitt az atyába, nem hitt abban, hogy az a jó, hanem magába hitt, majd ő megvalósítja azt a kívánatos életet, amit tulajdonképpen nem is maga talált ki, hanem a sátán sugalta neki, és mikor az idegenföldre lépett, a szabadság földjére lépett, kattant a bilincs, a bűn és a halál törvénye. Az a kép jutott eszembe, hogy ugye az Istentől elszakadt ember állapota, a bűn állapota. Tehát semmit nem kell tennie egy embernek, aki megszületett erre a világra, hogy elkárhozzon. Mert már az állapota a kárhozat, hiszen Isten nélkül él. Nagyon nem értik ezt az emberek. Akárhány idős embert meglátogattam a gyülekezetem területén, akik csak valami hírből kerültek a látókörömbe, hogy itt is van egy evangélikus, vagy ott is van, és ha meglátogattam őket, de komolyan ez már nem tudtam sokszor megállni nevetés nélkül, ez az idős emberekre volt jellemző. Meglátták a papot, elkezdték magyarázni, hogy ők nem bűnös emberek. Egy szót nem szóltam a bűnről, de még csak arról se, hogy miért nem jön a templomba. Azonnal elkezdték magyarázni, hogy ő nem bűnösök. És ez férfiakkal is, nőkkel is ugyanúgy előfordult. És akkor mindig elmondtam nekik, mert aztán főképp a nők, férfiak nem nagyon mertek ilyeneket mondani, de asszonyok mondtak ilyeneket, hogy ő soha nem csalta meg a férjét, ő nem vette el a másét, ő így nem, ő úgy nem, ő neki nincsenek bűnei, és akkor mindig azt mondtam, és tetszik hinni az Úr Jézusba? Ja, hát azt nem. Hát mondom, ez a bűn. Hát persze, hogy tele volt bűnnel az élete, sokan el is mondták az életüket, hogy ne tudná, minden ember élete tele van bűnnel. Bűntörvénye. Pál apostol, akit nyugodtan mondhatunk az Úr szentjének, mit mond, hogy látok egy törvényt az én tagjaimba. Milyen törvényt? A bűn törvényét, amely rabulád engem a bűnnek. Egy törvény, ami fölött nem tudsz uralkodni, ami valóban olyan, mint a fizikai törvények. Az mindig egy adott helyzetben működik. Ha én földobom a követ, az 7 milliárdszor is le fog esni. Az mindig úgy működik. A bűn törvénye az életemben, én megfigyeltem, az mindig úgy működik. Akár a hazugságban, akár milyen bűnben, gonoszságban vagyok, az mindig úgy működik, mint egy törvény. Nem tudok uralkodni rajta, hanem a törvény uralkodik rajtam, a bűn törvénye. De a bűn törvénye nem jár egyedül, mert a bűn zsoldja a halál. A bűn és a halál törvénye, így mondja a Róma 8 az ige, a bűn és a halál törvénye, ez uralkodik rajtunk. Na ezt akarják géntechnológiailag megoldani, mert hiszen, hogy is van a mi génjeinkben, most valóban komolyan be van kódolva a halál. Genetikailag kódoltak vagyunk, kinek mennyi ideig ketyeg az óra, annyi ideig fog élni. És Isten meghatározta a maximumot, hogy 120 év, és ez le fog járni. És utána pedig a halál. És aki csak erre a világra, a testi világra gondol, az bizony a bűn rabszolgája, aki nem tér meg, az nem szabadulhat ki a bűn rabságából. Mert törvény. És ugye erről beszél az Úr Jézus itt, hogy eltékozolta a vagyonát. És kicsapong életet élt. Olyan sok szerencsejátékossal találkoztam. És azt láttam az életükbe, testvérek, hogy nem ők játsszák a szerencsejátékot. Nem ők játszanak a szerencséjükkel, hanem a szerencse Isten játszik velük. De komolyan. Én emlékszem, a gyülekezetben volt egy olyan fiú, akit befogadott a gyülekezet. Mert a szülők eladták fejük fölül a házat, tehát földön futóvá lett ez a fiú, és befogadták. De hát nem nagyon tetszett neki a megtérés, és emlékszem, egy ifjúsági csendes héten egyik nap ott ült a tölgyfa alatt, és nagyon vívódott.
És oda mentem ehhez a fiúhoz, mert láttam, hogy segítségre volna szüksége, és mondtam neki, hogy Zsoltikám, nehéz. Azt mondja, nagyon nehéz. És mondom, miért nehéz? Azt mondja, azért, mert mindent oda kellene adnom Jézusnak. És akkor elmosolyodtam, mondom, Zsoltikám, neked semmit nincs. Az a ruha, ami rajtad van, azt is úgy kaptad. Ő is mosolygott. De azt mondja, de tudja, Pista bácsi, az énem, magamat kéne odaadnom. És ez nagyon nehéz. És döntött Jézus ellen. Teljesen tönkrement az élete. Földön futóvá lett. És aztán egyszer csak jön hozzám újra meg újra pénzt kérni, és jön hozzám, hogy adjak neki pénzt, mert akkor még megvolt a sárga ház a Hárshegyen, és hogy ő neki oda beutalója van. Miért kell neked oda menni? Hát azt mondja, 8 éve gépeken, játékfüggő vagyok. És az ember úgy gondolkodik, hogy ó, hát van nekem még, mit elköltenem, megoldom én a problémáimat. Aztán ez a példaveli fiatalember is, hát szépen eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt, nem tudta beosztani. Ugye nem látta meg, hogy mikor fog az a pénz elfogyni, nem tudott semmit, mert nem volt úr felette, hanem a sátán volt az úr felette. Idegen földre lépett, és ezért sokan, mikor fogadkoznak, hogy ők majd többet nem isznak, ők majd többet nem játszanak, szerencsejátékot, ő majd nem csalja meg a feleségét többet, ő majd nem néz pornófilmet, és így tovább, nem tudják megállni, mert nem ő az úr, hanem a bűn az úr felettük. Törvény. És aztán látjuk, hova vezet az út. Nagy éjénység támadt azon a vidéken. Ugye Isten azért küldi utánunk ezeket a terelő pulikat, a szenvedést, a nyomorúságot, a depressziót, a kétségbeesés sokszor. Ezek az a terelő kutyái, amik aztán terelgetik a tékozló gyermekeiket hazafelé. Ha valaki az útmutató szerint olvasta az igét, akkor hallhatta a mai igét, hogy azt mondja az Úr, hát nem drága fiam-e Efraim, és nem kedves gyermekem én. Valahányszor megfenyegetem, mégis törődöm vele. A bensőm remeg érte, irgalmaznom kell neki. Így szól az Úr. Milyen gyönyörű vallomás ez a mi atyánktól. Aztán mi mégse akarunk vele élni, pedig az ő szíve remeg érted, láthatjuk a kereszten. És aztán mi mégiscsak megyünk a lejtőn lefele, és ott tessék elni, nem lehet megállni. Olyan sokszor láttam értelmes, okos, művelt, egyetemet végzett fiatalokat is. Jó nevelést, sok lelki ajándékot kaptak otthonról, még igéket is. Keresztény nevelést, jó erkölcsöt, sok mindent kaptak otthonról. És ez mind-mind lassan eltékozolták. Aztán olyan döbbenetes látni, mikor egy ilyen fiatalember 40-50 éves korára valóban oda jut, hogy mindent eltékozott, már nem maradt semmije azokból a kincsekből, amit az atyai házból hozott. Ez most emberi, de ugyanígy eltékozoljuk, amit a mennyei atyától kaptunk, és valóban ezt minden ember eltékozolja, és nagyon komolyan kell megérteni, hogy jön az éhség. Jön az éhség, itt persze a Biblia lelki könyv, itt lelki dolgokról van szó, jön az éhség. Egyszerűen egy lelki nyomorúság, egy szomjúság. Gondoljunk a samáriai asszonyra. Milyen kiégett volt ez a szerencsétlen asszony. 5 férje volt, mondja neki az Úr Jézus, és akivel most élsz, az nem a férjed, egy kiégett asszony, akit megvetettek, akit a nyelvek ostorával üldöztek tulajdonképpen nap mint nap abba a Sikár nevű városba. És ott az Úr Jézus mondja neki, hogy ha tudnád ki az, aki veled beszél, te kérted volna, és ő adott volna neked élő vizet. Igen, sok ember hal itt éhen szomjan, kenyér és víz nélkül ebbe a világba, és nyomorúság látni az ő életüket. Végül nem marad más, mint tényleg a depresszió, a teljes közöny, a kiégettség, az örömtelen, boldogtalan, kudarcos élet. De hát így kellene végeznünk. És tényleg miért? Mert itt a következő fordulat, tessék csak megnézni, mi is történik. Elfogy minden vagyona, és elmegy a nagy szabad ember szolgálni. Ugye az Úr Jézus bemutatja, hogy mi lesz ennek a sorsa, aki a szabadság földjére lépett. Hát annak a vidéknek egyik polgárához elszegődött.
Ki is ez a polgár? Így mondanám a disznófejű nagyúr, ahogy Adi fogalmazta. És ki küldte a földjére disznókat legeltetni? Hát ez a vége. Annak a tékozló életnek, ami az atyától elidegenedett élet minden ember számára. Olyan szép, ahogy Heine megfogalmazza ez a zsidó származású német költő, hogy mikor Isten ott a szenvedés kutyáival utoléri, mert a rettenetesen szenvedett gerinc tuberkulózisában, és akkor azt mondta, hogy meg kell térnem, túl sokáig legeltettem a disznókat a hegeliánusoknál. Ugye Hegel ez az istentelen filozófus, és az ő szellemi moslékán élt és növekedett visszafele Heine. Tehát ugye valóban ennek a vidéknek a polgára az bizony az ördög maga, aki uralkodik az életünkön, mert az ördög cselekszi a bűn kezdettől fogva, és a nagy szabad ember az nem szabad, hanem a bűn rabszolgája, az ördög rabszolgájává lesz. És ebben a szolgaságban megnyomorodik az élete. Egyszerűen azt látjuk, hogy uralkodik rajta. A zsidó ember számára ez a történet rémisztő volt. A zsidó ember számára ennél mélyebb nincs, mint hogy egy zsidó ember a tisztátalan állatot őrizze. Ugye abban az időben, hát ugye egy zsidó embernek nem volt szabad disznót tartani, megenni a disznóhúst. Hát ez tisztátalan állat volt. Olvastam, hogy Izraelben, hát az elmúlt évtizedekben az iszlám terroristák arra vetemettek, hogy mindennapi buszjáratokat robbantottak fel. És a zsidó titkosszolgálat úgy oldotta meg a problémát, hogy a buszokra palackokba disznózsírt helyeztek el. És amikor felrobbant a busz, akkor ezek a palackok szétrobbantak, és a merénylőre ráfröccsent a disznózsír. Ezért ő tisztátalanná lesz, és a pokolba kerül. Ezért nem vállalják ezeket a robbantásokat, mert az iszlámisták is úgy hiszik, hogy a disznó tisztátalan állat, és ha ő érintkezik a disznóval, akkor ő a pokolba jut. Az, hogy ő megöl 150 embert, azért nem kerül a pokolba, de a disznózsír ráfölcsönt. Ugye értitek a dolgot, de hát nem ilyen az ember. És Jézus elmondja a zsidóknak, hogy látjátok, ide jut egy zsidó ember. Egy kiválasztott Isten gyermeke oda jut, hogy disznókat fog őrizni. De tessék csak körülnézni, tényleg őrizzük a disznókat. Nagyon sok lelki beszélgetésben elmondják, hát főképp férfiakkal beszélgetek, hát hogy nézik az interneten, meg mindenütt ezeket a mocskos pornófilmeket. Egyes emberek eljutnak oda, hogy már gondolkozni, nem is tudnak normálisan, mindig ilyenekkel jár az eszük. Én emlékszem, a szociális otthonban laktam, ifjú éveimben, mert anyám vezetője volt egy ilyen otthonnak, és ott élt a 90 éves Dénes bácsi, aki egy művelt ember volt, az nem tudott másról beszélni. 90 éves korákra, csak a nőkről, disznóviccekről, semmi másról nem tudott beszélni. És tevele volt az élete okkultizmussal, és vérig sértődött, mikor azt mondtam neki, hát de Dénes bácsi, hát ne vicceljen már, ezekkel az okkult dolgaival, tele volt okkult dolgokkal. És akkor mondtam neki, én akkor még meg se tért emberként mondtam, mert azért megrémített, hogy a halál előtt álló egy 90 éves ember nem tud másról beszélni, csak a disznóságról. Őrizte a disznókat. És akkor mondtam neki, hogy de hát mi lesz Déles bácsi magával odaállt. Ó, nem lesz vele semmi baj, mert hallotta Prohászka prédikációját, azt mondta, akinek jó a szíve, az üdvözül. Neki meg jó szíve van. Na, tegnap azért hallottuk, hogy az ige szerint nem jó szív, hanem tiszta szívre volna szükségünk. Igen, mert Jézus, amikor azt mondja, hogy annak a vidéknek a polgára elküldte disznókat őrizni, ez azt jelenti, hogy az ördög hatalma alá került. És tisztátalan lelkek uralkodnak el az ember felett. Mert Jézus így beszél a démoni lelkekről, hogy tisztátalan lelkek. Nagyon tisztátalan lelkek, és ezek teszik tönkre az embereket. Nagyon sok ember nem érti, hogy miért nem tud megtérni, miért olyan rettenetes, sötét az egész élete, hogy gyilkos gondolatai vannak, hogy nem tud szabadulni a parázna gondolataitól, nem tud szabadulni a perverzitásoktól, nem tud szabadulni alkoholtól, és így tovább. Nem gondolnak bele abba, hogy egy idegen hatalom uralma alatt van az életük.
És ez a disznókat őrizni, ez nem csak ilyen hétköznapi dolog, hanem ez egy rettenetes dolog. És Isten mindig ezért ítélte az ő népét. Aki esetleg nem tudná, Isten már világosan megmondta Mózes által a zsidóknak, mielőtt bementek volna az ígéret földjére, ne tanuljátok el azokat az utálatos dolgokat, amelyek ezek a népek művelnek. Ne legyen közöttetek olyan, aki a fiát vagy leányát elégeti áldozatul, ne legyen olyan, aki varázslást tűz, aki igéző, ugye, aki hipnotizőr, ugye ez az igézet, ne legyen ugye halottaktól tudakozó, se jövendőmondó, se átokmondó. Tehát mindezeket a dolgokat Isten megtiltotta, és mit mondott végül? Mert utálja az Úr azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Más helyen minden más bűnről úgy beszél a Biblia, hogy Isten a bűnt gyűlöli, a bűnöt szereti. De az okkult bűneinkkel kapcsolatban azt mondja, aki csinálja, azt utálja az Isten. Miért? Mert egyékenyen árulok az ördöggel, itt szolgálok neki, legeltetem az ördög disznóit. Ugye rettenetes helyzet ez, és akkor az emberek nagy mosolyogva mennek és jogáznak, agykontrollra járnak, mindenféle keleti varázslásban benn vannak, és nem veszik észre, hogy az életük meg szépen aztán megy tönkre, mert itt lelkét, itt mondom, nem erkölcsi bűnökről van szó elsősorban, hanem elsősorban az Isten ellen az első és a nagy parancsolat megszegése. Rengeteg ige figyelmeztet erre bennünket. Az Ézsaiás 2:6-ban azt mondja az ige, hogy elvetetted népedet, Jákob házát, mert tele vannak keleti szokásokkal. Hát most tessék körülnézni, a vízcsapból is a keleti szokás folyik. Ha bemegy az ember egy könyvesboltba, az egyharmada a könyveknek biztos, hogy ezoterika. És az emberek ezt szemrebbenés nélkül csinálják, és nem értik meg, hogy megszállottá lesznek. Nem értik meg, hogy kattan a bilincs, és nem fogják azt csinálni, amit szeretnének, hanem uralkodni fog rajtuk annak a vidéknek a polgára, aki kiküldte őket disznót legeltetni. És nagyon komolyan kellene venni, és hadd olvassak fel egy igét itt, ami szintén erről szól az Ézsaiás könyvének 8. fejezetében, 19-től. Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halott idézőkhöz és jövendőmódokhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek, nem Istenéhez kell fordulnia a népnek, a holtakhoz kell fordulni az élők helyett. A törvényre és az intelemre figyeljetek, hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelynek nincs jövője. Az eredeti szövegben így van, nincs hajnala. Tehát nekik nem lesz világosság, hanem örökre sötétség marad. Szomorúan és éhesen bolyong a nép az országban. Ha éheznie kell, fölháborodik. Gyalázza királyát és istenét, fölfelnéz, majd a földre tekint, de csak nyomorúságot és sötétséget lát, nyomasztó borút, homályba taszítva. Hát ez a tékozló fiú helyzete. Izraelnek is ez a helyzete. De nem marad sötétség ott, ahol elnyomás van. Először megalázza Zebulon és Naptali földjét, de végül megdicsőíti a tenger felő vívó utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét. És a nép, amely sötétségbe jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjére lakókra világosság ragyog. Hát ez az egyetlen reménysége a tékozló fiúknak, ott, abban a sötét helyzetben, amikor éhezik és kilátástalan helyzetbe kerül. Mert bizony, kilátástalan helyzet az, mikor valaki az ördög hatalmába kerül. Valaki olvasta Vermeer Rózsának az élettörténetét, ő elmondja, ő spiritista médium lett, megszállott lett. És őt az a szörnyű érzés kerítette hatalmába, hogy nem a maga ura többet. És így mondta, hogy ez a tisztáltalan lelkek rá akarták venni minden mocskos dologra, amit ő, mint nő, utált. És akkor akart menekülni a barátnőjével együtt, de nem tudtak. Elkezdték olvasni, zsidók voltak mind a ketten, elkezdték olvasni a Mózes könyvét, hiába olvasták. Semmire nem mentek. Teljes sötétség és nyomor maradt. Aztán jöttek Amerikából zsidó misszionáriusok, egy bizonyos Miller, aki rátalált erre a két fiatal nőre. Persze az Úr küldte, és ő talált rájuk, és ez nagyon keményen azt mondta neki, hát ti nem tudjátok, hogy titeket utálati atyáitok Istene. Ugye? Ez megdöbbentette őket, és ez adta azt a fordulatot, hogy aztán elfogadták a szabadítót, az Úr Jézust. Tehát valóban meg kellene értenünk, és én a keresztény nép között nagyon sokat, nagyon sok felé járok, a legszörnyűbb, hogy ezt a bűnt nem veszik komolyan.
és csodálkoznak, hogy miért nem tudnak megtérni. Hát hogy lehet olyat csinálni, hogy össze-vissza mindent? Egy édesanyja írta ezt a cikket, akinek meghalt a kisgyereke. Hiszik vagy nem, lassan 10 esztendeje, hogy a rémálom 2000. március 20-án sima megfázásos tünetekkel érkezve beköszöntött a hétköznapi életünkbe, és minden józan észsel ellenkezve 6 hónapos küzdelem után felírta álmainkat. Hiába akartunk mi bármit, most tessék figyelni. Hiába küzdöttünk oroszlán módjára. Hittünk az orvostudomány, az agykontroll, a Gerson-terápia, a New Age, a makrobiotika, az aurasoma, és az ima, és még sok minden hatalmába, és mégis meghalt a gyerekük. Hát ilyenek vagyunk. Hát ennyi esze van egy mai európai embernek. Hisz az ördögi dolgokba, meg még imádkozik is. Hát ezt nem értem. Hogy lehet ezt a kettőt összekeverni? De ez pontosan erről van szó, és testvérek, az ördögi lelkek olyan rettenetesek. Gondoljatok bele, mikor az Úr Jézus, még a disznók se bírják ki. Az Úr Jézus, mikor kiűzi a megszállott emberből a légiónyi tisztátalan lelket, és beleengedi őket a disznókba, azok belerohannak a tengerbe. Még a disznó se bírja ki. Hogy bírná ki az ember? Látjuk is. Hát ezért ilyen a helyzet. Mert ez nem olyan egyszerű, hogy na éhezek, koplalok, majd egy kicsit jobb lesz. Nem erről van szó. Ez lelki nyomorúság. Lelkiesség, Isten nélküli való állapot, istentelen állapot, egy rettenetes állapot, és ezért jött az Úr Jézus, és nem lehetséges más szabadító, csak ő, az Isten tud engem megszabadítani, senki más. És ezért kell megérteni az ő történetében azt, hogy na most te hol vagy? Mert tényleg van számonkérés, és számon fogják kérni tőlem, hogy mit tettem a szüleimmel, mert ezek mind drága kincsek, amiket kaptunk. Mit tettem a gyermekeimmel, mit tettem a drága párommal, ezt mind számon kéri tőlem az Isten. És most tényleg, ha tőlem számon kérni, mit tettél a feleségeddel? Vagy tőled számon kérni az Isten? Csak azt tudnád mondani, hogy ó, Uram, nem voltam én a magam ura. Nem azt tettem, amit én akartam. Hát aztán így is van. De tudjátok, az ítélet végső ponton a legnagyobb kincset kéri számon tőlem az Isten. Azt mondja az ítéletem majd neked is, nekem is az Úr. Mit tettél az én drága fiammal? A legnagyobb ajándékkal. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. És vele együtt mindent. Ez az ajándék, a legnagyobb ajándék. Ezen dől el egy ember örök élete. Hogy kikeveredik-e a disznóvájútól, azokból a mocskos mélységekből, amiben bizony benne van a legtöbb ember. Sokan azt gondolják, ó, hát a hívőket ez nem érinti. Testvérek, én néha olyan dolgokkal találkozok, hogy egyszerűen nem is érti az ember, hogy most akkor hívő az illető, vagy nem hívő. És tényleg, hívő az az ember, aki mondjuk az utca lányoknak megállít a utcélén. Hát tőlem ezt kérdezte valaki, hogy hívő ez az ember, aki megáll az utca nőknek. És közben a gyülekezet egyik oszlopos vezető tagja. Ugye, most ugye értitek, hogy milyen óriási probléma, hogy hogy élek, mi van, hol legeltetem a disznókat. Ezek látványos bűnök. De vannak emberek, akinek az életében nincsenek ilyen látványos bűnök. De Isten őrizzen, hogy a nyelvére vegyen. Ugye, tehát nagyon sokszor ezek a látványos bűnökbe értjük a problémát, de azt nem értjük meg, hogy a szív teljességéből szól a száj, és hogy hallottuk, hogy tiszta szívet kellene birtokolnunk, de hogy lehet az? Hát sehogy. Azt mondja a Dávid, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem, és ne vess el engem orcád elől, szent lelkedet ne mondd meg tőlem. Tehát teremteni kell a tiszta szívet. Én nem tudom, mondja az ige, hiába mosogottok akár lubba is, meg a szappant is hiába pazarolod magadra, tehát csak az Úr Jézus vérével tisztulhat meg az ember, és szabadulhat meg a rabságból, az ő szavára hullanak le a bilincsek a kezemről, mert igenis, hogy nem vagyok Úr a bűneim felett, igenis, hogy nem vagyok Úr az ördög hatalma felett, egyedül ő az Úr, és innen a disznó vájútól csak egyetlen lehetőség van, majd látjuk holnap megtérni, hazatérni. És a mai ige megint csak az Ószövetségét olvastam fel, hogy ugye hogy szereti Isten az ő az engedetlen népét, és az útmutatóba a mai Újszövetség ige, és útra kelve a fiú el is ment az apjához.
Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, eléje futott, nyakába borult, megcsókolta őt. Ugye milyen csodálatos és gyönyörű lehetőség. De most tényleg ott halljunk éhen a disznóvájunál? Mert testvérek, viccesen szokták mondani, hogy aki moslékot eszik, az disznó lesz. De ez lelki értelemben igaz is. Hogy aki a disznók eledeléből kíván enni, hát az olyan is lesz. De nem elégíti meg az embert ez az élet. Én látom, ahogy csúsznak le, semmi se elég. És mindig mondom a fiataloknak, gyerekek, nézzétek meg a példaképeiteket, a vége mindig a kábítószer. Vagy megkérdezem tőlük, hogy most mondjátok meg nekem őszintén, hogy miért jó az a diszkó? Hát ott jól érezzük magunkat. Akkor miért kell hozzá a kábítószer, ha jól érzitek magatokat? Ugye? Nem érzik jól magukat. Nem boldogok. Mert az, hogy pillanatnyi öröm, vagy éppen a gyönyör, vagy a kéj, attól nem lesz boldog az ember. És ezek azok a moslékok, amivel mégiscsak él az ember, és akkor éhen hal a lelke. Ámos próféta könyvében olvashatjuk, hogy éhséget támaszt az Úr a földön, hogy támolyognak az emberek tengertől tengerig, és keresik az Úr igéjét, de nem találják. És lassan ez a világ fog ránk következni. Nem fogják majd találni az Úr igéjét, mert annyira meghamisítják, megváltoztatják. Annyira nem arról szól a történet, hanem egész másról szól a történet. Egy furcsa gyülekezet lapjának a cikkét küldték el nekem, ahol az író egyszerűen csak tényeket közöl. Arról ír, hogy a pünkösdisták, itt az új pünkösdi gyülekezetekről van szó, ezekről a karizmatikus gyülekezetekről, így mondja, hogy tulajdonképpen mindannyian elfogadták a melegházasságot. Hát hogy, hogy miért? És akkor utal egy-két névre is, ausztrál, ilyen fő, szuper gyülekezetről, és így tovább. És aztán arról beszél a cikk, hogy új teológiai fogalmat vezettek be, szuper kegyelem. Azt csinálsz, amit akarsz, és az Isten úgyis megbocsát, tehát gyakorlatilag azt mondják, nincs bűn, ne foglalkozzál vele, nyugodtan etess csak tovább a disznókat. Na de hát, most komolyan, ezért jön el az idő, és nem fogják találni az Isten igéjét az emberek, és az ember pedig éhezi és szomjazza Istent, csak nem tudja az ember, hogy mit keres. Mert tessék elhinni azok a szerencsétlenek, akik hajszolják, habzsolják az életet, azok is keresnek valamit, de nem tudják, mit keresnek, nem tudják, hol keressék. És hogyha mi nem éljük eléjük ezt az életet, akkor lehet, hogy azért kér majd számon bennünket az Isten, hogy itt voltatok ennyi hívő, Jézus Krisztus 11 tanítványával fölforgatta az akkori világot. Mi meg sok ezeren vagyunk, meg sok millióan, és akkor úgy tűnik, hogy semmire sem megyünk. Akkor meg kell nézni, hogy vajon mi mivel tápláljuk magunkat, hol élünk, vajon nem az idegen polgár szolgálatában állunk-e, vagy nem kétszívű emberek vagyunk-e, hanem tényleg látnunk kell. Ha viszont meglátjuk, hogy mélybe vagyunk, mint ahogy Jézus azt akarja, hogy lásd meg, hogy hol vagy, hogy milyen területen élsz, milyen földön élsz. Az Atya földjén élsz? Az Isten országába vagy? Vagy a Sátán országába? Nem lehet a kettőt ám kijátszani. Pál apostolnak azt mondja a feltámadott Úr, hogy elküldelek, hogy a sötétségből a világosságra, a Sátán hatalmából Istenhez térítsd őket. Tehát itt nincs mese. Vagy itt vagyok, vagy ott vagyok. Tehát ezért csalja meg magát sok keresztény, mert azt hiszi, hogy ő templomba jár, Bibliát olvas, meg imádkozik is néha, de közben parázna életet él, gonoszkodik családba, feleséggel, gyerekekkel, mindenkivel, és akkor azt hiszi, hogy azért ő mégiscsak üdvözülni fog, mert ő megteszi azokat a dolgokat, amiket az ő egyháza neki előírt. Nem, hát ne csaljuk meg magunkat. Most tényleg el kell dönteni, hogy hol vagyok. Még mindig legelteted a disznókat? Még mindig a tisztátalan földön vagy? Még mindig a tisztátalan gondolatok uralkodnak? És most a tegnap esti ige szolgálatra gondoljunk, hogy ugye milyen fantasztikus volt az a kép, hogy kell egy orvosnak bemosakodni. Hogy azok a láthatatlan kis lények életveszélyesek. Hát a gondolat, a láthatatlan szellemi dolgok éppen ilyen életveszélyesek. És nekünk, akik hirdetni akarjuk Isten igéjét, hát be kéne úgy mosakodni, hogy tiszták legyünk, hogy tiszta legyen a szívünk, a kezünk, a fejünk,
ahogy tegnap is hallottuk, Péter apostolra mondja az Úr Jézus, ha meg nem moslak, semmi közöm hozzá, de ti már tiszták vagytok a beszédek által. Mindig azt szoktam mondani, ugye itt is a vírusokról, baktériumokról van szó. Tessék megnézni a modern technikánkat, mi teszi tönkre? Sokszor egyetlen szó vagy egy mondat, amit úgy hívnak, hogy vírus, azt elküldik, a gép is tönkre megy, nem csak a program, ami a gépen van. Tehát ezt mondják vírusnak. Tisztátalan gondolat, egy gonosz mondat, ugyanígy az én fejembe is, tönkre tehet. És akkor az Isten igéje a vírusölő program, az kitakarítja a fejedet, az kitakarítja a gonosz gondolataidat, az kitakarítja a tisztátalan szívedet. Csak így szabadulhatunk meg, és majd látni fogjuk, hogy ez hogy is történik egy-egy ember életében holnap. Úr Jézus Krisztus, áldunk azért, hogy te nem hagysz bennünket az idegen polgár hatalmába, és nem hagysz bennünket a disznóvájunál, hanem azért mondtad ezt a történetet, hogy meglássuk, hogy van szabadulás. De azért is mondtad el ezt a történetet, hogy felismerjük, hogy hol is vagyunk, mibe vagyunk, mi a mi élethelyzetünk, milyen a mi szívünk állapota, milyen a mi gondolkodásunk, hitünk, világa. Uram, ne engedd, hogy megcsaljuk önmagunkat, hanem add, hogy legyen bátorságunk elfogadni mindazt, amit te megmutatsz az életünkbe, és amit te láttasz velünk. Ne vitatkozzunk, Uram, veled, hanem tudjunk megalázkodni, és kérni a te szabadító hatalmadat az életünkre. Amen.